Köszöntöm Önöket, Apáti Bence vagyok, a főhőst látják, a Hír TV Sztár magazinját. Mai hősnőnk volt pártelnök, az országgyűlés alelnöke, igazságügyi miniszter és még vádlott is. Leginkább szenzációs kalapgyűjteményével nyűgözte le az országot. A magyar nemzetet még csipesszel sem fogta meg. Hatalomra vágyott, de az antali örökséget nem tudta továbbvinni. Helyette tacsra tette az MDF-et. Most már tudják, kiről van szó, a leginkább fellengzős Dávid Ibolyáról. Aki volt ilyen? Szerettem volna miniszterelnök úrral a mai kormánygyűlés anyagáról is tárgyalni. Majd bedurcizott és ilyenné vált. Nem fog asszisztálni Orbán Viktor baloldali politikájához. A Magyar Demokrata Fórum azt is vállalta, hogy nem fogja hatalomra segíteni Gyurcsány Ferencet. Mi ezért több mint 270 ezer szavazatot kaptunk a választók, bíznak a Magyar Demokrata Fórumnak a kőbevésett szavaiba. Nem felejtette felköszönteni Horn Gyulát sem. Tisztelt Horn Gyula, kívánom, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül értelmes és hasznos munkával teljenek mindennapjai, és mindehhez jó egészséget kívánok. Végül megadta magát a közakaratnak. Tisztelettel bejelentem, hogy lemondok a Magyar Demokrata Fórum elnöki posztjáról. Dávid Ibolya ügyvédként kezdte, de inkább a politikát választotta. Az MDF-es pályafutása a rendszerváltással egyszerre indult. 1989. január 30-án lépett be a Magyar Demokrata Fórum hőgyészi szervezetébe. 1990 és 94 között a Tolna megyei közgyűlés tagja, valamint 93 és 97 között a párt Tolna megyei elnöke volt. 1996-ban beválasztották a párt országos elnökségébe. 1999. január 30-án a párt elnökévé választották. Az 1990-es országgyűlési választáson jutott először mandátumhoz, amikor a Tamási központú Tolna megye 5-ös számú egyéni választókerületében nyerni tudott, amit 1998-ban és 2002-ben meg tudott ismételni. 1994-ben és 2006-ban pártja országos listájáról jutott be az országgyűlésbe. 1992 és 94 között az ügyrendi bizottság elnöke, illetve 1995 és 1998 között pedig az MDF frakció vezető helyettese volt. Orbán Viktor kormányában igazságügyminiszterként ő volt az egyetlen MDF-es, illetve női miniszter. Ebben az időszakban állt elő a Békejobb 2000 nevű szervezettel. Azt szerette volna elérni, ha a kisebb jobboldali pártokat tömöríteni tudja, de itt nem volt sikeres. 2002-ben az országgyűlés alelnökévé, illetve pártja frakcióvezető helyettesévé is megválasztották. Köszönöm szépen kérdésüket, nem kívánok nyilatkozni. Ezt mondta a legtöbbször a Hír TV munkatársainak, miután végleg meggyűlölte egykori koalíciós partnerét, a Fideszt. Volt, amikor tovább ment. A leghatározottabban visszautasítom azt, hogy ilyen és hasonló kérdéseket föltegyen nekem a mai napon, amikor itt ítélethirdetés volt. Erről majd később, de azt tényként kezelhetjük, hogy miután hatalomhoz jutott, lekezelte az újságírókat. Azon se csodálkoznánk, ha egy-egy stúdióbeszélgetés után az asztalt ütötte volna, de ne legyünk igazságtalanok, néha megmutatta emberi oldalát. Fes kis kalapokban fotózkodott, márkás ruhákban járt. Volt, amikor fürdőruhára vetkőzött és átúszta a Balatont. Egy percre nem álltunk meg, nem kértünk vizet, nem léhegünk, úgyhogy ezért örülök, hogy még egy 2-3 kilométer azért van bennünk, vagy legalábbis bennem. És a Playboyban is szerepelt, ahol arról is beszélt, hogy régen kedvelték egymást Orbán Viktorral. Az Orbán kormány igazságügyi minisztereként rendszeresen oltotta az ellenzéket. Odáig is elment, hogy megtagadja a köztársasági elnök kegyelmi kérvényét, amit Kunos Péter vállalkozó kapott volna meg. Az első az egészségügyi okokra alapított kérelem, amelyben nem tartottuk kellőképpen megalapozottnak a hivatkozást. A második nem kívántam felülbírálni a legfelsőbb bíróságnak a jogerős ítéletét.
Részben azért sem, mert a végrehajtó hatalomtól ez nem várható el. A baloldal hevesen támadta, mert egy futballmeccsen történt antiszemita balhé után azt találta mondani, hogy nem ért a focihoz. Ő lebegtette meg elsőként a kar vagy lábbilincs használatát, amikor ellátogatott egy rabkórházban született csecsemőhöz. Nyilván mi sem arra gondolunk, hogy a visszaeső bűnözők esetében, de első bűnözők esetében, gondatlan bűncselekmények esetének egy meghatározott körére alkalmazható lehetne. Majd eljött a 2002-es jobboldali vereség. A szoci-szadi koalíció lenyomta az Orbán kormányt. Ekkor az MDF úgy döntött, külön frakcióban folytatja. Ebben volt ráció. Elvégre így több megszólalási lehetőséghez jutottak. 2003-ban még erőteljesen odamondott az MSZP kormánynak, amikor azon siránkoztak, hogy mennyire rossz a magyar gazdaság helyzete, persze az előző kormányok miatt. Ennek a kormánynak nem csak a cirkálót kell fordítania, amihez idő kell, de közben a lékeket is gyors ütemben kell tömködnünk ahhoz, hogy a süllyedést megállíthassuk. Az ellenzék és ezen belül Dávid Ibolya másként értékelte a gazdaság helyzetét. Az MDF elnöke akkor még tisztán látott. A GDP és a foglalkoztatottság csökkentését, valamint a fizetési mérleg romlását említette. Nagy bátorság kell ebben a mai gazdasági helyzetben egy ilyen napirend előtti felszólaláshoz. Tisztelt képviselőtársaim! Az egy év mérlegeként elmondhatjuk, hogy leült a magyar gazdaság. Miközben a vállalkozás ösztönzés nagyban visszaesett, a tőkekivonás igen jelentős mértékben felgyorsult a magyar gazdaságból. Összességében mára minden gazdasági paraméter romlott, vagy rossz. Aztán 2004-ben, amikor egyre többen vették észre a pártban, hogy Dávid Ibolya megváltozott, és egyfajta küldetés tudattal rendelkezik, kezdtek elgondolkodni azon, hogy valamit tenni kéne, és ekkor történt meg az, hogy szétszakadt a párt, vagy legalábbis egy pártszakadás küszöbére érkeztek. Ugye Lezsák Sándor és Ékes József kiválásával, akik létrehozták a Lakitelek munkacsoportot, gyakorlatilag a pártszakadás szélére került az MDF. Innentől kezdve kezdett mindenkitől tartani, aki a környezetében van, olyanoktól is tartott, akiktől talán nem kellett volna annyira félnie, állandóan attól félt, hogy őt le akarják szalámizni, hogy az MDF-et le akarják szalámizni, őt meg akarják fosztani a pozícióitól, és hát innen jött az a kávária, aminek a végét ismerjük. Egy tehetséges politikusból végül is egy olyan politikus lett, aki a magyar politika történet talán egyik legsúlyosabb és legkalandosabb bukását produkálta. Az MDF nagyon készült a 2004-es EP választásra. Évelején kiálltak a magyar gazdák kormány ellenes demonstrációja mellett. Február 24-én véglegesítette a párt választmánya az MDF európai parlamenti listáját, amelyre több szövetségesük, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Néppárt, valamint a Vállalkozók pártjának tagjai is felkerültek a listára, de az MDF önállóan indult. Majd jött a március 5-i monoki találkozó, ahol a párt kiadta a Nemzeti Párbeszéd a normális Magyarországért című nyilatkozatot, amely keményen ostorozta a Fideszt. Egyenesen nemzetrontónak titulálta a Fidesz és az MSZP szerintük önös harcának következményét. Dávid Ibolya ekkor azt mondta, hogy a korrupció óriási méreteket öltött az országban, a kormánypárt és az ellenzéki párt között 70-30%-ban osztják szét a sápot. Dávid Ibolyának mindegy volt, tehát hogy baloldal vagy jobboldal, vagy a baloldalnak vagy a jobboldalnak lesz koalíciós partnere. Volt egy olyan mondása is annak idején, hogy a magyarországi korrupció 70%-át, az MSZP 30%-át a Fidesz hajtja végre, de az ilyen kijelentések után akkor miért akarna ő bárkivel koalícióra lépni? Tehát önmagával is ellentmondásokba került folyamatosan Dávid Ibolya. Megpróbálta a pártot középen tartani, de hát ezzel el is veszítette a saját pártját. Az MDF több elnöke is jelezte, hogy nem ért egyet a párt vezetőjének politizálásával. Így például a Sárospataki alapszervezet munkáját április végén felfüggesztették. Egy hónap múlva a helyiek pert indítottak.
Ibolya nem adta fel. A parlamenti frakciót ekkor egy 6 pontos hűségnyilatkozatra kötelezte. Aláírásukkal kellett volna vállalni, hogy egyetértenek az MDF politikájával. Az EP kampányhajrá előtt május 15-én mondott le Megyeszay László az országos elnökségi tagságról. Eljött a voksolás napja, ahol az MDF meglepően jól szerepelt. A szavazatok 5,3%-át tudhatta magáénak. Ez egy mandátumot jelentett, de ezt, ahogy az várható volt, nem a listavezető Dávid Ibolya pártelnök, hanem Olajos Péter kapta meg. A Magyar Demokrata Fórum mandátumot szerzett a szövetségeseivel együtt az Európai Parlamentben. Mindenkinek köszönöm ezt a mandátumot, köszönöm azoknak, akik elmentek szavazni. Annak ellenére mentek el szavazni, hogy a politika mindent megtett, hogy elvegye az emberek kedvét ettől a választástól. Köszönöm a jobb oldalon belül azoknak, akik ebben a kampányban segítették a Magyar Demokrata Fórumot, a Kisgazdapárt, a Vállalkozók Pártja és az MDNP támogatását, és köszönöm a Magyar Demokrata Fórum minden politikusának, most már ötülnek. 13. a szerencsés nap az ön számára, mától kezdve képviselő. Szerencsés nap nem csak az én számomra, nem szerencsés nap a magyar demokrácia számára, a Magyar Demokrata Fórum számára, és mindenki, aki támogatta a Magyar Demokrata Fórumot. Ez egy nagy siker. Akkor még azt ígérték, hogy nem lesz belső megtorlás az MDF-ben. Majd mégis felfüggesztették a főváros 12. kerületi alapszervezetének működését. Ekkor Lakitelek munkacsoport néven az MDF 23 képviselője közül új grémiumot hoztak létre június 21-én, amely személyi javaslatokkal készült a párt szeptemberi ülésére. Miért következett be ez a folyamat? Ezt nevesítjük is, nem fogadjuk el a centrum politizálást, nem fogadjuk el azokat az üzeneteket, amelyben a választó közönség úgy érzi, és ezt nekünk visszamondják, hogy most már egyenlő távolságra kerültetek az MSZP-hez és a Fideszhez. Az EP választás után kilépett a pártból Hende Csaba, akire az Orbán Viktor által létrehozott polgári körök szervezése miatt nézett rossz szemmel az MDF vezetése. Mint hogyha győzelem a józan ész rovására ment volna, mint hogyha a választók akaratának kedvező alakulásából nem a megfelelő következtetést vonta volna le a pártvezetése, számomra úgy tűnik. Dávid Ibolya loholt előre és taposta párttársait. Elérte azt, hogy a szeptemberi tisztújításon ő kapja a legtöbb jelölést a megyéktől. Ekkor a Lakitelek munkacsoport bizalmatlansági indítványt nyújtott be Herényi Károly frakcióvezetővel szemben. Azt kifogásolták, hogy Herényi nem terjesztett elő a képviselőcsoport ülésére az általuk kezdeményezett napirendet, amelyben szerintük az alapszabály ellenes tisztújító kérdések megvitatását javasolták. Ezt követően Herényi Károly, Font Sándort, Balsai Istvánt, Horváth Balást, Kelemen Andrást és Szászfalvi Lászlót kizártnak tekintette az MDF-ből. Én szerettem volna, ha a frakció megtartja eredeti létszámát, de ha nem lehet megtartani, akkor nem tartjuk meg. Az a fontos, hogy igaz, becsületes emberek legyenek ebbe a frakcióban, ne árulók. Árulókra nincs szükség, az MDF-nek tiszta, becsületes emberekre van szükség. A képviselők a kizárást nem fogadták el, mert szerintük arról csak a frakció határozhat. Ezért Herényit visszahívták a párt vezetéséből, a frakció vezetőjének Font Sándort választották meg. Az Országgyűlés ügyrendi bizottsága a kormánypárti szavazatokkal viszont úgy döntött, hogy továbbra is Herényi Károly a frakcióvezető. Ebben a hangulatban zajlott az MDF szeptemberi országos gyűlése, ahol az elnök élesen kirohant a lakitelkiek ellen. A munkacsoport azonban adós maradt vállalásaival. Tagjai először helyben szorultak ki a politizálásból, majd az országos tisztségviselők jelölésénél is alul maradtak. Végül a jelentéktelen támogatottságuk miatt semmilyen tisztségre nem fogadtak el jelölést. Vitára nem volt lehetőség, csak beszámolókra, majd ahogy az várható volt, Ibolyát, mint egyetlen jelöltet újra megválasztották, bár 91-en ellene szavaztak.
A Lakitelek munkacsoport a korábbi ígérete ellenére nem oszlott fel, hanem létszámfölényét kihasználva újra megpróbálta leváltani Herényit, de a választmány közbeszólt. Hagyták Herényit és kirúgták Lezsák Sándort, valamint Balogh Lászlót. Igazán nem fogalmazódott meg konkrét vád, hanem ilyen elmaszatolt mondatokban az, hogy én a Magyar Demokrata Fórum pártpolitikája ellen szervezkedtem, cselekedtem. De amikor konkrétumokra került a sor, kiderült, hogy ezek alaptalan vádaskodások. Ez inkább egy ilyen koncepciós per volt. Újabb ügyrendi bizottság ülés, ami végképp megpecsételte a pártalapító Lezsák sorsát. Én független leszek a Dávid munkacsoporttól, mert tovább azt a szabálytalanságok, törvénytelenségek sorozatát, amit elkövettek, úgy gondolom képviselőtársaim sem vállalták. Nem gondoltam, hogy ide vezet Dávid Ibolya karriervágya. További 7 fő távozott, ezzel 15 fő alá esett az MDF frakció létszáma. Novemberben alakultak frakcióvá, majd kisvártatva a Herényi féle csapat Dávid Ibolyát jelölte az országgyűlés alelnökévé. Közben a bíróság megállapította, hogy jogtalanul oszlatták fel a Sárospataki és a 12. kerületi alapszervezeteket. A parlamenti küszöb alatt kezdte a 2005-ös évet az MDF is, amelynek februárra tovább csökkent a népszerűsége. Lényegében a közvéleménykutatások nem igazolták az úgynevezett harmadik utas, a két legnagyobb párttól egyenlő távolságot tartó politizálás sikerét. Az MDF mégsem váltott, maradt az MSZP és a Fidesz összemosásánál. Nem készülünk olyan választási együttműködésre, amely akár a 2002-es együttműködést jelentette. Nem csak mi nem készülünk, hanem más párt sem. Ön a Fidesz kérdezte, a Fidesz egy szövetséget szeretne létrehozni, és ezzel a Magyar Demokrata Fórum nem ért egyet. De azért egybefortak a Magyar Demokratikus Néppárttal. Dávid Ibolya ezt is megmagyarázta. Az elkövetkező új konzervatív politizálásnak a pillére lesz az MDNP-MDF által minőségileg új konzervatív párt. Ehhez várunk olyan személyeket és csoportokat, akik ebben hisznek, és ilyenek a kisgazdáknál, a kereszténydemokratáknál, vállalkozók pártjánál is megtalálhatók. Az MDF jobboldali szárnya ellenezte, hogy az MDF balról előzni a Fideszt. Az MDF és a Fidesz viszonyát a 2005-ös köztársasági elnök választást nullázta le végleg. A Fidesz és az MDF által támogatott Sólyom László kevesebb szavazatot kapott, mint amennyi ajánlást. Taktikából átszavaztak az első fordulóban Szili Katalinra, hogy a szocik már zsebükben érezzék a győzelmet. Áder János akkor nevezte vakont pártnak az MDF-et. Persze Dávid Ibolya mindent cáfolt. Nem történt semmi. A Magyar Demokrata Fórum tisztázni szerette volna a képviselőcsoportján és a jelöltjén keresztül, hogy mi történt tegnap. Elnök úr azt mondta, hogy egy telefont kapott, hogy váratlan események is előfordulhatnak. Jött a vakondozás, az MDF és a Fidesz viszonya nagyon elmérgesedett. Ha személyes véleményemet kérdezi, azt mondom, hogy kizártnak tartom, és kizártnak tartom azt is, hogy a Fidesszel koalíciót tudjunk alkotni, mindaddig, amíg olyan a Fidesz magatartása, mint amit az elmúlt hetekben láthattunk, mint aminek vetületét jelentik a jobboldali sajtóban megjelent üzengetések. 2006-ban is próbálta tartani magát az MDF és egyenlő távolságot hirdetett a két nagy párttól. Korábbi szövetségesét a Fideszt is populizmussal vádolt a Dávid Ibolya pártja. Szövetségest a parlamenten kívül kerestek és találtak a Smuk-Andor féle tisztelettársaságával. A választás első fordulóján a párt átlépte a választási küszöböt, és Dávid Ibolya ismételgette önmagát. Kőbe véstük azt, hogy a Magyar Demokrata Fórum nem fogja hatalomra segíteni Orbán Viktor. Magyarázkodnia kellett Dávid Ibolyának azért is, mert hirtelen meg kellett látogatni a fiát Ausztráliában. A kampány kellős közepén. Az Origó így írt akkoriban.
Úgy éreztem, hogy a fiamnak szüksége van a családjára, és ebben anyaként döntöttem, mondta az MDF elnöke. Hozzátette, férjével és lányával utazott Ausztráliába 2 hétre, ahol a fia egy egyetem 1 éves tanfolyamán felsőfokú szakirányú angol nyelvi képzésben vett részt. Elmondta, fiának valószínűleg a rendkívül összetartó családból történt kiszakadás okozott átmeneti gondokat. Hangsúlyozta, hogy nem valamilyen zűrös ügyből ment kimenteni a fiát. Bár a Fidesz elnöke a 2 forduló között még a miniszterelnök jelöltségről is lemondott volna az MDF-hez közel álló Bot Péter Ákos javára, Ibolya hajthatatlan maradt. A pártvezetés nem léptette vissza a 2. fordulóban állva maradt jelöltjeit a Fidesz javára. A döntés ellen egyedül Gémesi György, az MDF korábbi elnök helyettese emelte fel szavát. Nekünk az az érdekünk, nyilván, mint jobboldali konzervatív pártnak, ha ezt hirdetjük magunkról, hogy egy baliberális koalíció ne kerüljön hatalomra. Ha már pedig ez a érdekünk, akkor meg kell ragadni olyan eszközöket, amik rendelkezésünkre állnak, hogy ez megvalósuljon. Gémesi néhány héttel később kilépett a pártból. Nem volt ezzel egyedül. Sorra oszlatták fel magukat a vidéki szervezetek. Dávid Ibolya makacsága miatt elesett a parlamenti alelnöki bársonyszéktől is. A Fidesz 2 alelnököt jelölt, egyikük az ex-MDF-es Lezsák Sándor lett. Most egy rövid szünetet tartunk, és ezzel jövünk vissza. Ez a választás nem a politikai élet lakmuszpapírja. Nem úgy, mint a tavaszi választás. Egy CD-m van, azt az egy CD-t pedig számomra Csányi Sándor hitelesítette. Mit szólnak hozzá, hogy újraindult a per? Köszönöm szépen, kérdésüket nem kívánok nyilatkozni. Az ajánlók is jók lesznek. Már itt is vagyunk, és ezzel folytatjuk. Ennyit tudott a Magyar Demokrata Fórum. Elnök asszony, mit szól ahhoz, hogy kikérte az ügyészség? Jó napot kívánok! Mit szól ahhoz, hogy kikérte az ügyészség? Tartok sajtótájékoztatót, akkor majd el fogom mondani, tájékozódom néhány dologról. Semmiféle bűncselekményt nem követtem el. Az őszi önkormányzati választásban is maradt a tavaszi forgatókönyv. Az MDF önállóan indított főpolgármester jelöltet Katona Kálmán személyében, aki veszített. Az elmúlt hetekben többször elemeztük ezt a helyzetet, és elmondtam magam is, hogy ez a választás nem a politikai élet lakmuszpapírja. Nem úgy, mint a tavaszi választás, amelyik a pártoknak egyértelműen méri le a közéleti erősorrendjét. Miután a jelölteknek közel 2/3 független, ezért itt sokkal nehezebb dolgunk van, amikor az erőviszonyokra rá akarunk térni. Néhány esetben azonban mégiscsak mérhetőek a politikai erőviszonyok, és ebben a mérhetőségben, hogyha elindulunk, akkor néhány dolgot tényként kell megállapítanom. Tény, hogy az önkormányzati választáson a kormánykoalíció háttérbe szorult, és tény, hogy a Fidesz előtérbe került, és innen e helyről is gratulálok a győztes Fidesznek, és gratulálok minden megválasztott polgármesternek és települési képviselőnek is. A legnagyobb tanulsága számunkra az önkormányzati választásnak, hogy az önkormányzati választás visszaigazolta, hogy a Magyar Demokrata Fórum a 3. erő. Így is sok múlik rajtunk, hiszen egy olyan közülésben, ahol egyenlőek az arányok, egy ember, ha nincs jelen, akkor már meg lehet fordítani a döntést. Tehát mindenképpen sokkal több kompromisszumra lesz szükség, sokkal több egyeztetésre, és hát a mi kampányunknak azt hiszem ez volt a legfontosabb célja a fővárosban, hogy legyen önálló frakciónk. Ibolya ekkor, ki tudja miért, közeledett a szocikhoz. Az országos politikában egy MDF-es javaslat jött jól a kormánykoalíciónak, amikor azt indítványozták, hogy név szerinti szavazással döntsenek az őszödi beszéd kirobbanása után Gyurcsány Ferenc jövőjéről, és ne titkos szavazással. A hála nem maradt el. Később Ibi mentelmi jogát nem adta ki a parlament. Dávid egyre inkább erővel vezette a pártot. A vele ellenszegülőket kizáratta, az Almási Kornél által vezetett ifjúsági csoportot felfüggesztette, ezért számos prominens személy elhagyta az MDF-et, vagy kizárták. És eljött 2008. Kedem
Akkor még nem tudta, de ez a CD az MDF végét jelentette. A lehallgatási ügyet Dávid Ibolya robbantotta ki 2008. szeptemberében az MDF elnök választási kampányának hajrájában. A politikus egy telefonbeszélgetés nevek nélküli leíratát osztotta szét a sajtónak, hogy igazolja, riválisa Almási Kornél megpróbált őt lejáratni. A beszélgetést a Nemzetbiztonsági Szolgálat rögzítette, az UDZRT nevű vagyonvédelmi cég egyik tulajdonosa és az OTP elnök vezérigazgatója Csányi Sándor között. Egy CD-m van, azt az egy CD-t pedig számomra Csányi Sándor hitelesítette. A hitelesítés után vittem el, és álltam ki monogramokkal, majd pedig vittem el a teljes hanganyagot a legfőbb ügyészségre és a Nemzeti Nyomozóirodára. Az ügyet Szilvási György dagasztotta politikai botránnyá. Gyurcsány Ferenc bizalmasa a Fidesz árnyék titkosszolgálataként próbálta beállítani az UDZRT-t. Állításai igazolásául eljuttatta az MSZP és az SZDSZ szakpolitikusainak azokat a lehallgatott telefonbeszélgetéseket, amelyeken az Orbán kormány két titkosszolgálati minisztere tárgyal az UDZRT egyik tulajdonosával. Válaszul a Fidesz frakcióigazgatója feljelentette Szilvási Györgyöt személyes adattal visszaélés gyanújával a legfőbb ügyészségen. Az időközben megbukott titkosszolgálati minisztert valószínűleg Répási Róbert feljelentése alapján gyanúsította meg a központi nyomozó főügyészség. De ez az egész ügy, ez olyan volt, mint egy kémtörténet. Tehát egy ilyen egészen elképesztő, egészen furcsa sztori. A végén már nem lehetett tudni, hogy valójában az UDZRT szúrt ki Labort Sándorékkal, vagy Labort Sándorék szúrtak ki az UDZRT-vel. De az biztos, hogy hasznos volt Gyurcsányék számára, hiszen el tudták szigetelni Dávid Ibolyát. Nagyon érdekes szintén, hogy ebben a kisebbségi időszakban, amikor a Gyurcsány kormány kisebbségben van, és hol az MDF, hol az SZDSZ segíti ki aktív vagy passzív parlamenti eszközökkel azt, hogy ne bukjon meg idő előtt ez a kormány, ez a balliberális hatalom, akkor azt látjuk, hogy egészen véletlenül az MDF tisztújításánál az Dávid Ibolya kihívójára titkosszolgálati eszközökkel gyűjtött adatok jelennek meg először a parlamentben, majd a nyilvánosságban, és hát ezeket csak valamilyen titkosszolgálat gyűjtette, vagy egy állami titkosszolgálat, vagy egy privát titkosszolgálat, vannak privát titkosszolgálatok is. Hát az MDF tisztújításába is a titkosszolgálatok, akár állami, akár privát titkosszolgálatok indirekt módon beavatkoztak, vagy direkt módon is beavatkoztak, és itt is a szálak Szilvási Györgyhöz vezettek, aki akkor ennek a területnek az egyik politikai felügyelője volt. Dávid Ibolya ellenfelét, Almási Kornélt azzal vádolta, hogy ő rendelte meg, hogy kémkedjenek utána. Aztán amikor bejelentettem az elnöki indulásomat, akkor folyamatosan próbáltak a elnökasszonyhoz közel álló politikusok arra rávenni, hogy lépjek vissza, jobb lesz ez nekem. Almási arról is beszélt, hogy egy éjszakán át fogva tartották. Semmiféle bűncselekményt nem követtem el. Dávid Ibolya szerint Almási Kornél azért lépett vissza, mert a mögötte állók rájöttek, hogy alkalmatlan az MDF vezetésére. És presszionálták is Almásit, hogy lépjen vissza. Egyrészt ott van egy sajtóanyag, amelyikben leírja maga is azt a 8-10 okot. Másodszorban azt az okozati összefüggést, amit az ügyészség állít, hogy újabb hanganyag nyilvánosságra hozatalával kényszerítettük Almásit a lemondásra, ezt viszont maga Almási Kornél cáfolta meg. Mint arról a főhős korábbi adásaiban beszámoltunk, Dávid Ibolya és Szilvási György felhabosított sztoria végül a pártelnökasszony sodort a bajba. Mit szólnak hozzá, hogy újraindult a PR? Köszönöm szépen, kérdésüket nem kívánok nyilatkozni. Hitelrontás és elmaradt megrendelések, feljelentések. A perek egészen 2016-ig tartottak. Igaz, Dávid Ibolya akkor már nem politizált. Egy dologban jutott döntésre a bíróság, kényszerítés miatt megrovásban részesítette Herényi Károlyt és a volt pártelnököt. Ez is egy érdekes történet, hogy most Dávid Ibolya áldozat vagy tettes. Ez itt egy nagy kérdés, hiszen ő azt állítja, hogy a Fidesz áldozata, ugye megpróbálták a különféle árnyék titkos szolgálatok útján befolyásolni a párt életét, őt megbuktatni, és ő ezt nem engedte,
és ezért került bíróság elé, mert hogy ő ezt nem engedte, hogy ilyen eszközökkel nyúljanak bele egy párt életébe. Kicsit előre szaladtunk az időben. Vissza 2009-be, amikor már Boros Péter volt miniszterelnök, sem bírta tovább, és elhagyta az MDF-et. Az országgyűlés ülésterme mára elsődlegesen nem a törvényhozás, hanem a terméketlen politikai küzdelmek szintere. A jogalkotás és szerkesztés zsákutcába jutott, amiben meghatározó szerepe van az elhibázott kormányzati döntéseknek. A szakszerűtlen előkészítés mellett hiányzik az egységes, lojális jogértelmezés és alkalmazás készsége is, egyértelműen politikai szembeállástól vezérelve. Mi más is lehetett volna stílusosabb ajándék, mint egy nyugágy? Ezzel szeretnénk most megköszönni itt mindannyiuk előtt is azt a munkát, amellyel segít minket évtizedek óta Boros Péter. Köszönöm. Igaz, az ajándékot később ki kellett cserélni, mert gyári hibás volt. De hát a gesztus a lényeg, ugye? Az MDF ekkor már olyan mélyen volt, hogy a ferencvárosi időközi választáson a 750 kopogtató cédulát sem sikerült összegyűjteniük. 2009. márciusában a párt újra a szakadás szélére jutott, amikor Dávid Ibolyának az a kiváló ötlete támadt, hogy az egykori népnyúzó szoci pénzügyminiszter Bokros Lajos legyen a párt EP lista vezetője. Ez a szakember pedig Bokros Lajos. Olajos Péter lemaradt a listáról, és ki is lépett a pártból. Igen, ki fogok lépni az MDF-ből, megígértem. Mikor? Ezt el fogom dönteni hamarosan. A sort Csáki András folytatta, így megszűnt az MDF frakciója a parlamentben. Bíztam, hogy azzal, hogy bejelentettem, hogy kilépek a Magyar Demokrata Fórumból, meg tudom akadályozni azt, hogy Bokros Lajos fémjelezze az elkövetkező időszakban a Magyar Demokrata Fórumot, amely Bokros Lajosnak, akinek a tevékenysége összeegyeztethetetlen a Magyar Demokrata Fórum elveivel. Tudomásul vettem, hogy ezek szerint a elnök asszony egy irányváltásra határozta el magát. Ezt azonban követni nem tudom. Nem sikerült. Bokros Lajos kijutott az Európai Parlamentbe. Majd kikérte az ügyészség Dávid Ibolya mentelmi jogát kényszerítés és különös adattal való visszaélés miatt. Elnök asszony, mit szól ahhoz, hogy kikérte az ügyészség? Jó napot kívánok! Mit szól ahhoz, hogy kikérte az ügyészség? Tartok sajtótájékoztatót, akkor majd el fogom mondani, tájékozódom néhány dologról. És mi az, amiről tájékozódik? Egyébként részt vesz a szavazáson a mentelmi ügyében? Majd tartott egy sajtótájékoztatót. Derüljön ki az, hogy nem csak koncepciós eljárás, de teljesen ártatlan vagyok ebben az egész eljárási sorozatban. Én biztos, hogy a mentelmi jogomnak a felfüggesztését fogom kérni. A tisztelt házban viszont másként érvelt. Semmiféle kényszerítést magam el nem követtem, én nyugodt lelkiismerettel állok a bíróság elé, mert az igazságszolgáltatás nem az ügyészség, hanem a bíróság, mert nincs semmi olyan takargatnivalóm ebben az ügyben, ez egy nyers politikai ügy, ami jogi köntöst kapott. Végül a szocialisták megmentették, így elkerült a rabosítás Dávid Ibolya. Egyelőre. Kisvártatva bejelentették, hogy Bokros Lajos lesz az MDF miniszterelnök jelöltje 2010-ben, valamint Debrecen József is képviselőjelölt lett. Dávid Ibolya meglepő és megdöbbentő lépéseit már a tagság sem értette. Egész alapszervezetek függesztették fel működésüket, vagy léptek ki tömegesen az MDF-ből. Már a kopogtató cédulák összegyűjtése is nehezen ment a pártnak. Azért szeretném ezt a csengőt megrázni, mert bízom abban, hogy akiknél még van ajánlószelvény, és azok, akik értik azt, hogy mit jelent a programelvű politizálás, akik tudják, hogy a valódi parlamentáris, többpárti demokrácia miről szól, akiknek elegük volt az elmúlt időszak indulati politizálásából, és valódi megoldásokat akarnak,
olyan megoldásokat, amelyek megoldást jelentenek Magyarország felemelkedéséhez, azokat tisztelettel kérjük arra, hogy juttassák el ajánlószervényüket a Magyar Demokrata Fórumnak. A 2010 áprilisában lezajlott országgyűlési választások első fordulójában az MDF 2,7%-os eredményt ért el. Dávid Ibolya még aznap este bejelentette lemondását a pártelnöki posztról. Mit tudott a Magyar Demokrata Fórum teljesíteni? Csalódottak vagyunk mi mindannyian, akik itt állunk, és ebben a csalódottságban nem csak az objektív körülményeket szerettem volna kiemelni, hanem be kell ismernünk azt is, hogy ebben bizony mi is hibát követtünk el. Én magam a saját felelősségemet is elismerem ebben, és tisztelettel bejelentem, hogy lemondok a Magyar Demokrata Fórum elnöki posztjáról. A veszteseknek pedig azt üzenem, hogy ma sírni kell, bizony ki kell sírni magunkból az elmúlt időszak minden nehézségét, holnap az elemzésé lesz, a holnap után pedig az újraépítkezés és az újrakezdésnek az időszaka kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Mivel az MDF nem lépte túl országosan a listás szavazatok 5%-át, így kiesett az országgyűlésből. Megszűnt Dávid Ibolya és Herényi Károly mentelmi joga. Indult a perdömping. A másokat alázó Dávid Ibolya már csak tárgyalásokra járt, pártja is megszűnt. Igaz, néhány ex-MDF-es próbálkozott egy utód párt, a YES, azaz a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség pártjának alapításával, de nem sikerült lélegeztetőgépen tartani. Innen és most nagy tisztelettel arra kérjük a 89-es politikai generációt, menjen nyugdíjba! A jelenlegi helyzetben vannak politikusok, akik úgy gondolják, hogy bármit megtehetnek. Mi a saját bőrünkön tapasztaltuk Bokros Lajos személyében, hogy valaki tönkre tud tenni egy közösséget, rávesz arra, hogy költsön rá rengeteget, és elszalad, és nem tartja be még azt a választási programot se, amellyel ő kijutott egy képviseleti helyre, jelen esetben Brüsszelben, vagy akár a Magyarországgyűlésben. Ezek a politikusoknak kell egy fék, kell egy korlát, ehhez ki kell dolgozni a visszahívhatóság intézményét. Így ért véget egy jobb sorsra érdemes párt léte. A politológusok szerint a női makacság és az üldözési mánia miatt. Dávid Ibolyának ezzel a dallal kívánunk boldog éveket! Dávid Ibolya szél! Sajnos egy kicsit aggódom. Dávid Ibolya for president. Dávid Ibolya for president. Dávid Ibolya for president. For sexy president. Legközelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!